Drága Moshimo professzor, hogy áll a legújabb találmánya? Tudom, hogy óriási lesz. Őszinte híve, Tommy Turnbull. Drága Tommy, felülmúlt a legvérmesebb várakozásaimat. De attól félek, hogy rossz kezekbe kerülhet. Biztonságos helyre kell küldenem. Valahová, ahol talán megtanulhatja, mit jelent fiúnak lenni. Na, mert ő a robotfiú, Robotboy. Robotboy. Dédelgetett harag. Nehogy elfeled, haver! Egy köhögés A, kettő B, és három kacsintás C. Na és a D? Oké, na és a D? Csináld ezt! Nem megy, felejtsd el! Jó, igazad van, a fejlett technológia szöveges üzenetpajtás, jó? Nem, Gász! Én nem szeretnék csalni, Gász! De én nem tanultam pajtást, nekem lőttek! Csak tégy úgy, ahogy máskor! Bukj meg! Pajtás, ha ezt a dogát is elbukom, nyári zsuliba kell járnom! Ne küldj engem nyári zsuliba! Talán mégis tudom a módját, hogy kerülhetem el a dogát! A tetőfan! Igen, tetvek! Tetvek! De tetszök! Irány a fejem, nyomás! Igen! Azt hiszed, hogy a kicsiny paróka megvédhet titeket, ha vesztes! Gász, mégis mi a csodát csinálsz? Azt hiszem, tetőim vannak! Megmutassam! Gász, menj az orvosiba! Hová? Nem mehetek haza! Nem! Az orvosi szobába! És nézesd meg! Aztán irány az iskolapszichológus! Menjünk, fiúk! Ó, csodálatos! Láttátok ezt? Elment! Maradj csak! Serkéket kell kiszednem általános iskolás kölykökből. Mikor színpadon lenne a helyem? Szeretnéd, ha fellépnék a szülinapi bulidon, kislány? Tudok, varázs! Jól van! Haza mehetsz. Igen! Ez maradt a nagy varázslóból, ki egykor voltam. És mindez amiatt a kellemetlen taknyos fiú miatt. Ha még egyszer meglátom őt. nincs semmi az ujjamban, orocsmint. Te! Mi van az ujjamban? Honaj szag? Volt ez a trükk, bűbáj fiú! Figyelj! Kéne egy igazolásod, gay fiú, elhúzhasson végre! Ki segítenél? Ó, persze, hogy ki segítelek. A bosszommal! A bűbáj fiú, nyugika! Ugyan, haver, csak vicceltem! A cipzár! 6 hétig az általános iskolában kell szolgálnom miattad. Talán megmutatom, hogy mit tanultam. Mit szólnál az agyátültetéshez? Na hát, ugye tetszett fog? Azt még nem tanultam, de milyen nehéz lehet. És akkor elengedett, képzeld el. Mi volt a matek teszten? Az elmaradt. Mr. Larson annyira örült, hogy elküldte Gust, hogy cukorkát adott, és az udvarra küldött engem. Bár hozzánk járna Gust. Nem tudom, mit beszélek. Mi az ebéd? Disznó zselé. Ugyanez volt tegnap is. Elefántnyi disznó volt. Ennyi! Ne feledjük, nincs desszert, ha nem látok tiszta tányért. Nincs semmi gond. Valamire csak jó a géfiú. Szép napot magának is! Hát,
keresel te itt? Na hát, ez maga Tommy Turnbull. Jött kis barátja után. Voilà! Gász, minden rendben? Azt hiszem, jobban van, mint valaha. Na, felkelni! Mit tettél vele, Hex? Amit bármely iskolai orvos tenne. Megmértem a lázát és a pulzusát. Aztán átültettem az agyát. Nem, az nem lehet. Add vissza. Megtenném. De a harmadik osztályosok hallásvizsgálatra jönnek, sajnos. Jól van, Hex. Te akartad. Hé, hagyd békén. Várj csak, segíteni akarok! Hol tartottunk? Ó, emlékszem már. Jól van, Hex, te akartad. Ja, tényleg. Jól van, Hex, te akartad. Kapd el, robotboy! Remélem, felkészültél a tetvekre. Robotboy, miszket! Mint igazi fiú! Ez lefoglalja egy időre. Most te jössz! Eljött a vizsgálat ideje. Még nem kezdődött el a hirtelen növés. Most következzék a vérnyomás. Abrakadabrabamba! Lapamba! Egy kicsit fáj. Robot volt! Gáz! Nem lehet! Nagyon piszker! Nos, miféle eljárással javítsak most rajtad? Mondjuk legyen nyúlfarkincád, vagy majom pofád? Mit gondolsz? Nem is tudom. Ó, megvan! Lefagyasztom, és később eldöntöm. Ezentúl kétszer is meggondolod, mielőtt félbeszakítasz egy nagy művészt előadás közben. Hé! Uncsi, ez a varázslat! Nem tüntetnéd el ezt az unalmat, ha? Az lenne a mutatvány. Mit gondolsz azzal a csökevényes agyaddal, kisfiam? Azt hiszed, kibabrálhatsz velem? Nos, még egyszer nem dühítesz fel. Melyik a büdösebb, a bűbájod vagy a szád? Hókusz pókusz, fura ez a manusz! Ez a tiéd! Ez a büdös! Ó, ez gusztus! Tűspré. Remélem bejön. Hé, Hex! Egy kis önbecsülés nem tudnál varázsolni, he? Te nyomorult kis... Köszi, Tommy. Robotboy nem viszkett többé. Mit képzeltek magatokról, kisférfi? Hé, Mr. Hex! Én a... Beszéljük meg inkább. Óriás patkánnyá változtatlak! Patkány van én! Ezt nem teheted velem? Én vagyok a varázsló! Nem, most már csak patkány vagy! Még meglátjuk! Nyomorultak!
Még hallani fogtak felőlem! Hé, nem volt rossz végszava. Gyerünk, nagyfiú, menni fog ez! Gyerünk, madáragyú, ez minden, amire képes vagy, ha? És vele mit fogunk kezdeni? Melyikkel, Tomi? Mondd! Jó voltál, Tomi. Gász, nem tudom, mi üthetett beléd, de szépen fejlődtél. És ez biztató. Ó, és jut eszembe. Köszi a tojást. Friss levegő, sok a kaja, és nem kell több dolgozatot írnom. Ez ám a csoda. Mit bámulsz engem, Ciculi? A nagy bosszú. Robi, dobd meg egy kólával, léci! És ha már úgyis ott vagy, kaphat még meg sült kruflit? Gász, te lusta disznó! Ne ugráltasd Robit, nem a te mechanikus inasod! Neki tetszik, nekem tetszik, csak neked van vele folyton bajod! Szemeim, ez egy hűtőmágnes. Felejtsd el, Gász, nincs krumpli. Megyek, megnézem, ki csöngetett. Dupla szalonnás sajtos szendvics, csokoládés turmix és hagymakarika. Ez a rendelésem. Ha? Nem szeretnék viszálykodást többé. Tegyük félre a félreértéseket, jó? És most akarsz? Ha egyszer meghallod szomorú mesémet, bizonyosan segítesz. Egykoron kisfiú voltam. A szüleim cserkészetre kényszerítettek. A szüleim szerint a friss levegő jót tesz velem, de csúnyán mellé fogtak. A sok tagba szakadt cserkész folyton kinevetett. Mindig emlékeztettek gyengeségeimre. Elsősorban egy nagyfiú, a neve Hans. Hé, fiúk, szeretnétek, ha valami vicces történne a kis Klausszal? Szia, Hans, segítenél a sátorral? Ja, örömmel segítek. Nem szívesen részletezem, mikor... Tessék! Nem hallottad a mesémet? Akkor újra elmondom neked. Dehogy is, tényleg szomorú. És mit akarsz? A cserkész csapatom találkozót tart. Szeretnék felszerelkezni a robotod erejével, hogy megmutassam a gazfickónak. Add el nekem! De robotboy, nem eladó. Még 11 000 millió affenkúgelért sem. Ludwig? Óvatosan! Olyan gazdag vagyok, hogy külön pénzt veretek magamnak. Látom, elakadt a szavad, fiam. És most lennél kedves átadni nekem, de kedvesen talán... Miféle ember nem adja el a robotját 11 000 millió affenkúgelért? Ez a fiú nem üzletember. Nem érdekes? Ha nem vehetem meg a robotot, hát ellopom. Legalább meg tudom tartani az összes pénzemet. Hé, hey, Gász, ezt nem fogod elhinni, de... Szia, Tomi! Ezt nézd meg! Hé, hey, Gász, mit csinálsz? Hűtőmágnes nincs! Én vagyok az új bajnok! Csihá! Csihá! Gász! Valóban! A mágnes szépen vonza a robotbajt! Már is támadt egy ötletem!
Vigyázz, Ludwig! Ments meg ettől a nedves víztel! Köszönöm, Ludwig! Ludwig, segíts! A világ legnagyobb mágnese, igazán vonzó egy jószág, érted, Ludwig? Nagyon vonzó! Robotboy nem lesz képes ellenállni, hiszen magához fogja rántani! Ludwig, segíts! Segíts! Ludwig! Azt hiszem, az a lábam lesz az orratan. Köszönöm! Egy kicsit még balra! Ja? Még egy kicsit? Ó, ez ám a fura konzerv! Ez már nehez a beszéd. Annyira izgatott vagyok, hogy nem is tudom titkolni. Nem sokára robot erős leszek, és már előre élvezem. Tami, történt valami? Igen, mondasz valamit, az oposszumok jól megjárják. Mi folyik ott? Ne fecseg! Alig hallom a tévét, ha beszélsz. Ez Affenkugel, Robotboy kell neki. Oh, Tommy, gáz, segítsetek, jaj! Engedjétek, ostoba fiúk! Ludwig, szedd le őket azon a fán! Köszönöm! Kösz a kocsit, meg ezt a termetes súlyt! Vissza kell szereznünk Robotboyt! Igen! Vajon mit tenne egy kung fu opossum titkos ügynök ilyenkor? Letekszik és halottnak tetteti magát? Na igen, tényleg! Várj csak, Robotboy! Vagy még inkább robotfej? Ugye milyen csodálatos lettem, fiam? Most kipróbálom új erőmet! Már a kimenőt kapsz, Ludwig! Megyek a találkára! A sok felhajtástól megéheztem! A bosszúra! Robotboy! Tommy! Mit csinált veled? Ellopta a testem! Robotboy egy fej! Ez zavarba ejtő! Tudod, hová ment a Affenkugel? Nem, ez szomorú. Szegény kis fickó, várj egy kicsit, ha? Mi ez? Hé, nagy cserkészek, hogy elszállt az idő? Gondolnátok, hogy már 20 éve? Egy cserkész találkozó? Ide mehetett el Affenkugel. Meg kell állítani. De mivel? Elvitte Robotboy erejét. Értem már, ami jó a libának, jó lesz a kacsának. Igen, tetszik az ötlet, Tommy. Közön sincs róla, hogy miről van szó. Közön sincs. Felhasználjuk a mágnest, amivel Affenkugel ellopta Robotboyt, és visszavesszük a testét.
Ez az izé minimum 10 tonna. Segíts már, Gász! El van, csak előbb eszem egy kicsit. Ez életem legcsodásabb napja! Gász! Nem állhatsz közém és az Uzsi közé, Tomi! Gász, komolyan mondom, fel kellene emelnünk. Gász, nézd! Igen, remek ötlet! Halvány gőzöt sincs róla, hogy mit mondok. Dehogy is! No, csak a kis Klaus! Nézd csak, mekkorát nem nőttél! Ja, talán a földbe kéne döngöljelek, mint a régi időkben! Hát mutassak valamit, Hans! Na, ki fog kit a földbe döngölni? Hadd halljam, Hans! Ez meg mi? Ne! Akarom! De éppen használtam! Na, jól van, Hans, csak okosan, hiszen felnőttek vagyunk. Hans, képzeld csak, említettem, hogy saját pénzt veretek. Kösz, Pajti, köszi! Köszönöm szépen! Merci beaucoup! Ó, Áfi, a helyedben lefeküdnék, és holtnak tetetném magam, mint a kung fu bosszum. Tudod, Hans, nagyon hiányoztál. Úgy örülök. Robotboy ismét önmaga lett. Jó vagy, mint újkorodban, Robi. Most menjünk haza. Menjünk, Gász! Csak tessék, menjetek nyugodtan. Később majd utalélek titeket. Segítsen valaki! 11 000 millió Appenkugelt fizetek, ha valaki kiszed engem a földből, mondj egy árat! Mm.